És üdvözöllek titeket újra a csatornámon, mégpedig Miami-ban vagyok. Életemben először vagyok itt. Új desztináció. Nagyon örültem. Tegnap érkeztünk. Elnézést, hogy ilyen kiütéses az arcom, de valamire allergiás vagyok. És ezért ilyen szörnyű. Tegnap nem csináltunk semmit. Csak pihentünk, mert nagyon fáradtak voltunk. Azért 16 óra volt Dubájból ide. De most újult erővel vágunk bele a napnak. Először is megyek reggelizni. Azt mondják, hogy a hotelben nagyon jó. Utána már vannak érdekes programjaink. Remélem, hogy minden összejön, ahogy mi akarjuk, és élvezni fogjuk. Sajnos egy hátránya van, hogy 10 fok van, és nagyon ki vagyok, mert csak nyári cuccot tettem be. Mondjuk az én hibám, nem csekkoltam le a Google-on, hogy mennyi lesz a fog, de hát álmomban se gondoltam volna, hogy Miami-ban hideg van. Ezért egy ilyen csak dresszeket hoztam, tehát az a lúzerek lúzere. Na mindegy, mindegy, le kell mennem reggelizni, mert nagyon-nagyon éhes vagyok. Aztán majd meglátjuk, hogy mit tudok felvenni, vagy kölcsönkérek valami ruhát, vagy valamit, hogy ne fagyjak meg, mert azért 10 fok az 10 fok. Na jó van, kajáljunk! Na, megyünk a reggel után, elkészülöttünk, kicsit pihentünk, és megyünk a Versace Mansionbe, ahol élt a Versace, de most már egy seafood étterem, és oda van foglalásunk, azt fogjuk megnézni, azt az épületet, azt az éttermet, ott fogunk ebédelni, aztán utána megyünk máshova. Ha minden igaz, majd még eldöntik a többiek, meg eldönti a csapat, mert azért azt hiszem hatan megyünk. Szóval, ja, ez a program. Annyira jó az a Miami hely, hogy ez hihetetlen. Nagyon szép a hotel szoba, hogy láthattátok, minden, szóval egy szavunk nem lehet. Sure that I'm not
mission után eljöttünk ide a Little Havana-ba, az egy ilyen utca, ami tele van ilyen, hát ilyen spanyol bárokkal, kubai helyekkel, spanyol-latin club bárok. És most itt vagyunk az egyikben, nincsenek sokan amúgy, de jó a hangulat. Nem biztos, hogy iszom. Én nem iszok alkoholt, nem azért, de nagyon jó van. Tehát már konkrétan fázok. De a zene az jó. Ja. Aztán még nem tudom, hogy mi lesz, majd még jelentkezem. Jó reggelt mindenkinek! Már másnap van. Tegnap nagyon jól éreztük magunkat a Little Havana-ban. Az utca tele van ilyen kubai, spanyol bárral. Jó volt a hangulat, a zene, minden. Aztán most kijöttem a beachre, mert aztán délután már megyünk vissza Dubájba. És tényleg gyönyörű ez a Miami. Most szeretnék egy ilyen képet csinálnia. Van egy ilyen színes, hát hogy mondják, mint a Baywatch-ba, az ahol a lifeguardok nézik az embereket a vízből. Vagy nem a vízből, hanem hogy a vízben, hogy ne essen bajuk. És akkor van itt egy színes, majd megmutatom mindjárt. Aztán azt szeretném lefotózni. Ilyesmi. Nincsenek amúgy sokan a tengerparton. Ja, hát amit mondtam, hogy 10 fok van. Szóval én is hosszú nadrágban vagyok, illetve farmer jackiben. Szóval nem tudom, hát van persze pár olyan elvetemült, aki szeret úszni ilyen időben is, de azért az nem az én világom. Aztán gondoltam, hogy kijövök, és így megnézzük a környéket. Azért mégis életemben először vagyok itt. Aztán nem hiszem, hogy nagyon gyakran kapok ide flightot sajnos, mert nagyon sok cabin crew imádja és mindig bidder rá, mindig ezt akarják kapni, az egyik legjobb amerikai célállomásunk, tehát nagyon szeretjük, de hát ez van. Azért nagyon hálás lehetek, hogy itt lehetek, és meg is találtam. Szerintem van bent most valaki, el is van kerítve, de azért hát, ha tudunk csinálni egy képet. Ja. Azért itt kint ülnek az emberek, nem mennek be a vízbe, de ilyen látjátok, nem tudom mennyire látszódik ott messze. Nem akarok közel menni, nem tudom, hogy ki mennyire szereti, hogy valaki beszél a kamerába. Már mondjuk amerikai, itt ugye mindent lehet. Ja. De azért úgy jó az idő, hogy sétálni. Úgy megvan a hangulatja. Hangulatja. Na jó, sosem tudtam beszélni magyarul. De ez már azért túlzás. Illetve ki akartam volna jönni napfelkeltére. De reggel 6, és azért elszarakodtuk az időt este, tehát azért fáradt voltam. Meg ugye az időeltolódás 9 óra Dubájtól, meg ilyenek, szóval, ja. De azért olyan jó itt lenni, jaj! Még úgy maradnék egy hetet, és úgy jobban felfedezném. Elmennék mondjuk a Dior étterméhez is, mert azt mondják, hogy az még szebb, mint ez a Versace volt. De hát nem baj, majd legközelebb. Tehát ez ilyen, ma már csak ilyen csillezés. Reggel nem voltam a boltba. Nem mentem ugyanabba a reggelibe, mert reggeliző helyre, mert úgy nem voltam elájulva amúgy tegnap tőle. $13 lett volna, annyi nekünk, de inkább lementem, van egy ilyen kisbolt a étterem mellett,
vagy a hotel bejáratánál, inkább azt mondom, és akkor ott vettünk kaját. Ja, aztán egy, amúgy itt van, figyeljetek, közelebb jövök, hát ha tudunk képet csinálni, de nagyon kis szép, és akkor itt van a kis GPA, tiszta Baywatch hangulat, és nem tudom, hogy ő, aki ott ül, az éppen bodyguard, de így néz ki. Nagyon jó. Szóval, majd még csinálok képet, itt van rajta Miami Beach. Tényleg szép az élet, szép az élet, sokon panaszra. Tényleg nagyon jó a crew, a társaság. Belefogtam a kamerába, bocsánat. És ja, ennyi. Leültem erre a kis, hát ilyen standjuk, nem tudom, hogy mondják magyarul, ez a életmentőknek ez a posztja, vagy standja, olyan jó, olyan szép színes ez a rózsaszín, ez a pont nekem való. Ide így leültem, szerintem elriasztottam egy nénit, már itt ült, csak mert csináltam a képet, ezért így felállt, és elment. Alatt, igen, na mindegy. Aztán ide leültem, és hát így ennyit szerettem volna mondani. Ha van ötletetek, vagy voltatok már a Miami-ban, akkor írjátok már le nekem kommentbe pár látványosságot, vagy érdekességet, amit legközelebb azért fel tudok fedezni, mert most nagyon ilyen ötlettelenül csak a Versace volt a fejembe, amit tudjuk, és szerencsére a többi crew-nak is, amit imádtunk, tényleg nagyon szép hely, tényleg ahol élt Gianni, ugye a Donatella-nak a bátyja, ha jól tudom, bátyja, annak a mansionjében voltunk, és az van kialakítva egy ilyen seafood étteremmé, olasz étteremmé, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó. De mondom, hogy hát azért úgy mást is csinálnék, mert ugye két napot voltunk itt, jó, persze nem a legjobb időben érkeztünk este felé, akkor ugye fáradt vagy 16 óra után, másnap, akkor elmentünk reggelizni, elmentünk ebbe a Little Havana-ba, ugye a város másik végére, elmentünk a Versace-be, tehát nem tud sok mindent, de hogyha van ötletetek, akkor írjátok már meg nekem kommentben, hogy ha kapok flightot, akkor a jövőben már fel tudjak jobban készülni. Amúgy szoktam így Google-ön keresgélni, meg mit, hogy, meg persze kiírom a crew-nak, hogy jaj, mit lehet csinálni, először vagyok itt, bla bla bla, de tényleg, hát azért ti vagytok a nézőim, szeretném, ha adnátok ötleteket, meg tanácsot, meg ilyeneket. Ezért az jó lesz. Szerintem még itt kicsit üldögélek, aztán szerintem visszamegyek, de lehet, hogy kérek egy képet, hogy fotózzanak már le engem. Ja, megkérem a lányokat. Lehet, hogy tudok csinálni. Vagyok a poolnál, aztán már csak egy órán belül van a wake-up call, szóval mennem kell vissza a szobába. Kicsit csapzott vagyok, még mindig ki vagyok ütve. Tudom, jó lett volna, ha javul az arcom, de tudom, elokommal kenem. Tehát az csodánkra képes, már sokkal jobb, mert eddig majd ki volt száradva, most már sokkal jobb. Na mindegy, hát milyen kis chilles nyaralásom volt Miami-ban.
Szóval köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, és élveztétek a Miami vibe-ot. Remélem, hogy még lesz alkalmunk jönni együtt és felfedezni, onnan is fogok vlogolni, meg mindent, ahogy szoktátok. Ha bármi kérdésetek lenne bármivel kapcsolatban, vagy hogy milyen vlogot szeretnétek, bármi jöhet, akkor írjátok meg nekem kommentben. Mindig igyekszem nézni, vagy válaszolok, ha kapok Instagramon is privát üzenetet, akkor szoktam válaszolni, meg minden. Szóval, ja. Ennyi lett volna. Még egyszer köszönöm szépen, és ha tetszett, akkor kérek szépen lájkot és a feliratkozást, és további szép napot nektek. Sziasztok!